Köszönöm Domasi Tamásnak a mondani valóját. Mint tudjuk, Tamás mindig is radikálisan és alapoktól szerette volna megreformálni azt a törvénytelenséget, amit a végrehajtók és a közjegyzők tesznek. Azt hiszem, hogy az ő mondani valója szintén, mint hogy minden mondani való összecseng, összecseng Szabó János barátomnak a mondani valójával, és szeretném átadni neki a mikrofont, hogy a követeléseket, amelyeket megfogalmazott a szervezete, felolvassa. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy egy civil szervezet elnöke vagyok több mint 10 éve, de most nem úgy állok itt önök előtt. Úgy szerettem volna idejönni, mint Szabó János, egy egyszerű állampolgár, akinek van devizahitele. Sokat gondolkodtam, hogy ha szót kapnék, mit mondanék, és igencsak vissza kellett fogni magamat, és le kellett írnom a gondolataimat, mert sokszor már a gyilkos düh kerülgeti az embert, amikor az igazságtalanságokkal szemben nem tud mit kezdeni. Ezért én úgy gondoltam, hogy a valódi összefogásnak az lehet a kezdete, amikor megfogalmazzuk az első lépést, amiből nem engedünk. Én ezeket próbáltam leírni, és azért szeretném felolvasni önöknek, hogy ne vigyen el az indulat. Tehát jogos követeléseink, amit a kormány ismerjen el. Első pont. Nevünkben senki ne tárgyaljon a mi megkérdezésünk és beleegyezésünk nélkül semmilyen fórumon. A második pont. A deviza hitelezés köztörvényes bűncselekmény. Bankjogászok állítása szerint az adósnak semmi köze a bank fedezetéhez. Ezt hozzáteszem. Teljesen mindegy, hogy Mariska néni pénzét adták nekem kölcsön, vagy valamelyik svájci frankból vettek ki pénzt, neked teljesen mindegy. Harmadik pont. Deviza nem volt a fedezet a bankok tranzakciójához, közgazdasági számítások és a Svájci Nemzeti Bank információi szerint, és ezt a legtöbb pénzintézet még foszlányokban sem tudja felmutatni. Negyedik pont. A tőzsdei határidős jegyzések alapján előre tudták a kockázatelemzések, hogy extra profitot fognak termelni, ami az uzsora mértékét meghaladja. Egyetlen egy olyan termék sincs, amit kiad a bank a legkedvezőbb kamattal akkor a piacon, és az ő általa jól megfizetett kockázatelemzők azt fogják mondani, hogy ebben minden bank bele fog bukni. Tehát ők tudták előre, hogy extra profitra fognak szert tenni. Az ötödik pont. Az elszámolások alapja a mai hivatalos fizetőeszköz Magyarországon a forint. A forintban fizetett kölcsönt a bank, és forintban köteles fizetni az adós is. A hatodik pont, minden hitelező pénzintézet vezetője bűnös a magyar társadalom kifosztásában és a gazdaság tönkretételében. Hetedik pont, nem hibás a termék a devizahitel, hanem előre megfontolt bűnszövetségben elkövetett rablás. Nyolcadik pont. Minden politikai vezetős bűnsegéletben vett részt az első Fidesz kormány óta, mivel ezeket a lehetőségeket a bankok számára engedélyezték. Kilencedik pont. Minden olyan személy, akinek lehetősége lett volna a jogkorével élni, a bűncselekmények feltárásában és megakadályozásában, és a mai napig nem tette meg, szintén bűnös, legfőbb ügyészségek, közjegyzők és a közreműködő ügyvédek, velük együtt a PSZÁR, a fogyasztóvédelem és a banktanács. Tizedik pont. Minden bíró, akinek ügye volt deviza hitellel kapcsolatban, hivatalból jelentenie kellett volna a bűncselekmények tényét, és az ügyészségekkel a feljelentéseket megtenni. 11. pont. Ezek a bűnök oly mértékben befolyásolták a magyar nemzet és annak tönkretételét, és az ártatlan életek kioltásában közreműködtek, hogy ezennel
emberiségellenes bűncselekménynek nyilvánítja a magyar emberek többsége, melyek soha el nem évülő bűnök. Megjegyzem, a Szent Korona elve alapján halálbüntetés járna ezeken a cselekedetekért, valamint teljes vagyonelkobzás a le- és felmenői rokoni szálakkal együttesen. 12. pontként pedig a végrehajtási rendszer azonnali megszüntetésével és annak emberközpontú átalakításával, aki késlekedik, azon országgyűlési képviselők emberiségellenes bűncselekmény bűnrészesévéi válnak, kikre az ítéletet szintén ki kell terjeszteni. Ezt én aláírtam, mint Szabó János, egy egyszerű magyar állampolgár. Köszönöm, hogy meghallgattam.